csak reflektálni szeretnék tapasztalatokból az előttem elhangzottakra, akkor valószínű, hogy még a 2 óra múlva induló vonatokat is lekésnék. Úgyhogy ezt most inkább nem nagyon teszem meg, bár nagyon sok minden mondani valóm lenne, mert hogy azt gondolom, hogy ez a pénztárverseny ez azért is jó, mert azon kívül, hogy szakmailag nagyon sok mindent kell tudni, vagy kell bemutatni, vagy legalábbis meg kell találni azokat a helyeket, ahol mondjuk információkat el lehet érni. Emellett viszont rengeteg más kompetenciát is segít fejleszteni, vagy megkövetel annak érdekében, hogy a résztvevők sikeresek legyenek. És ez nagyon izgalmas átélni. Nekem van szerencsém a kezdetektől a megyei vagy regionális döntőkben játékvezetőként részt venni, és ezt tényleg nagyon szívesen teszem. Ráadásul a sors vagy az élet úgy hozta, hogy ebből 4-szer Szombathelyen voltam, ebből az 5-ből a megyei döntőkön, úgyhogy a fölkészítő tanárokat is már így kedves ismerősként szoktam üdvözölni, meg ők is engem, és egy nagyon kedves légkör szokott lenni, és ezért aztán nagyon örültem, amikor azt a felkérést kaptam, hogy beszéljek a csoportmunkáról egy kicsit, mert hogy itt tényleg egy valódi csoportmunka van, és nagyon izgalmas játékvezetőként is megnézni, hogy az egyes feladatok alatt a csoportbeli szereplők azok hogyan működnek. És én magam, hát február elejéig itt a BGN van egy olyan szakirány, amit Team Academy-nek neveznek, és 5,5 évig voltam ebben team coach. Azt gondolom, hogy a team coach jellegem az megmaradt, csak nem biztos ebben a képzésben. És ennek egy nagyon vékony szeletét hoztam most itt el példaként, amit viszont nagyon könnyű szerintem adaptálni bármilyen csoportnak a munkájára, vagy bármilyen csoportnak az összeállítására. Ugyanakkor, amikor Gyuri fölhívott, akkor egy kicsit meg is ijedtem, mert tudva azt, hogy azért itt középiskolai tanárok szoktak lenni, mondtam, hogy hát azért pedagógiai módszerekről beszélni középiskolai pedagógusoknak úgy, hogy jó magam, nem vagyok pedagógus, ez egy elég nagy bátorság, de ezért gondoltam azt, hogy inkább ennek az 5,5 évnek a tapasztalatát hoznám el. És hogy itt az utolsó előadásnál is, már egy kicsit így az idővel megcsúszva, elgondolkozzanak, hogy kezdjenek egy kicsit jobban idefigyelni, hogy kezdjetek idefigyelni, lenne egy kérdésem. Hogyha összesen egy darab objektumot lehetne erre az ábrára fölrakni, akkor az mi lenne? Ez az objektum, ez lehet vonal, vagy görbe, vagy valami hasonló. Direkt nem csak vonalat mondtam. Kinek van ötlete? Tudom, hogy ez galátság egyébként 4 óra után ilyet kérdezni, hogy még gondolkodjunk is. Így van, tehát van egy szokványos megoldás, ez nem egyenlő. Más. Aha, így van. Az egyik kreatív megoldás, hogy nem csak magyarul lehet gondolkodni, és ötvözzük itt a római számokat az angol tudásunkkal, és akkor mégiscsak megmarad az egyenlőség, az 6 egyenlő 6. Na jó, nem húzva az időt, 1x6. Csak ez is kicsit másképp néz ki. És az eredeti ötlet az lett volna, hogy nyilván, ha elkezdünk kommunikálni egymással, és örültem, hogy Zsuzsa után vagyok, hogyha valamilyen módon elkezdünk kommunikálni egymással, és elkezdünk beszélgetni, ami nagyon fontos, hogy ki tudjuk magunkat fejezni, akkor rögtön nem egyedül vagyunk, és a tudásunk valamilyen módon összeadódik. És ez egy nagyon egyszerű kis példa, vagy ilyen feladat arra, hogy valahogy ki kell mozdulnunk abból a közegből, ahol egyedül vagyunk, és valamilyen másképpen kellene gondolkodnunk. Egyébként a pénztár az azt gondolom, hogy kifejezetten ilyen helyzet. Amikor nem abban a szokványos formában kell, még a szokványos tartalomról sem gondolkodni, amit egyébként a középiskolában a diákok hallanak, hanem valamilyen más módon kell azt megmutatni és előadni. És nyilván van egy ilyen elméleti, hát ezen viszonylag gyorsan át szeretnék menni. Egyrészt azért, mert maga az elméletet is sokan vitatják, de a végkövetkeztetés, vagy az egyik következtetés az, hogy a részeknek az összegénél az egész az sokkal több lesz. Tehát, hogy egymásból olyan energiákat tudunk felszabadítani, amik egyébként külön-külön megvannak, de valahogy az összeg az mégis több lesz. És a csapat az valójában ezt fogja tükrözni. Milyen előnyök vannak, és szerintem ezeket nyilván mindenki nagyjából tudja tapasztalni, hogy csoportokban sokkal inkább könnyű kreatív lenni, sokkal inkább könnyű új gondolatokat szülni.
ami miatt nálunk ez a Team Akadémiás képzés megjelent, annak az egyik alapvető oka az az volt, hogyha nemzetközi vagy Európai Uniós felméréseket nézünk, akkor akár munkavállaló, akár sikeres vállalkozókra vonatkozóan rengeteg kompetencia az, amit szükségesnek ítél a piac, de alapvetően azt lehet mondani, hogy mind a kettőben közös, és az egyik legfontosabb a csoportban való tevékenykedés, a csoportmunkára való képesség. Pont emiatt, és ezért gondoltuk azt, hogy mi ezt fogjuk fejleszteni, és ezek, amik az előnyökként megjelennek, ez nem csak ilyen szakirodalmi előnyök, hanem nagyjából azt mondhatnám, hogy itt is fél évnek a tapasztalata is ezt sugározzák a számomra. És hát, hogy megint kicsit rímel, hogy jobb kommunikáció, egyáltalán megtanulnak kommunikálni az emberek. Ez a Team Akadémiás szakirány egyébként arról szól, hogy az első 4 fél év után a hallgatókat kivesszük a frontális oktatásból, maximum 30-at évente, és 15 fős csapatokban konkrét vállalkozást hoznak létre, tehát jogilag bejegyzett vállalkozást, rendes könyvelővel, adófizetéssel, a saját történelmünkben már NAV ellenőrzéssel is, annak minden feszültségével együtt, és ezt kell 1,5 évig üzemeltetni, teljes mértékben fenntartani. És az az eszköz, amit hoztam, szerintem sokak számára nem lesz ismeretlen, ez egy olyan eszköz arra, ami a csoportok összeállítását segíti, ami nagyjából arra szolgál, hogy olyan csoportok jöjjenek létre, amik bármilyen kihívásra tudnak válaszolni. Nem tudom, hogy bárkinek az eszébe jutott már-e, hogy jutott már idáig, hogy valamilyen csoport szerepekről van szó, és hát talán a legismertebb név ebben Meredith Belbinnek a neve, akiről azért annyit kellene elmondani, hogy ez a Téma vagy az Együttműködő Csoport című könyve, ez eredetileg 1981-ben jelent meg, és angol vezetőképző intézetben végzett kutatásoknak az eredménye, eredetileg 8, aztán későbbi kutatások alapján kibővítve 9 karaktert különböztet meg, és nagyon fontos, hogy ezek alapvetően nem személyiségtípusok, és ebben különbözik más vagy pedagógiai, vagy pszichológiai kutatásoktól, hanem azt mutatja meg, hogy ez egy adott személy függetlenül attól, hogy önállóan milyen személyiségtípus lenne, egy csoporton belül hogyan kezd el tevékenykedni, és hogyan tud hozzájárulni a csoportnak a munkájához. Ami fontos, hogy mindenkiben többféle szerepkör van, mindenki többféle módon tud hozzájárulni, és ezek a szerepkörök azonosítottan elsődleges, másodlagos és elfogadható csapatszerepekként jelennek meg, és Belbin azt mondja, hogy ahhoz, hogy egy csapat sikeres legyen, ennek a 9 szerepkörnek meg kell jelennie a csapatban. De ez nem azt jelenti, hogy 9 ember a minimum, amivel egy csapatot föl lehet építeni. 3 emberrel, hogyha mind a 3 akár elsődleges, másodlagos és elfogadható karakterként pont tükrözi ezt a 9 viselkedés formát, akkor ezzel elvileg a csapat az már sikeres lehet. Ez a 9, ezt fölírtam ide, remélve azt, hogy majd a prezentációt azt megkapják, vagy letölthetik a résztvevők. Ezek a különböző csoportszerepek, talán azt érdemes hozzátenni, hogy a publikusan elérhető Belbin tesztek, azok nem a 9-et szokták kihozni, hanem csak a 8-at. Az utolsó, a specialista az nem igazán szerepel bennük. Ez általában annak a szolgáltatásnak a sajátosság, amit már itt pénzért kell megvásárolni, de ez a 9, ez a teljes 9, amit Belbin azonosított. És mindegyikről lehet tudni, hogy milyen előnyös tulajdonságai vannak egy csapat működéséhez, és azt is, hogy mik azok a lehetséges gyengeségek, vagy visszatartó erők, amik a csapat működését korlátozni tudják. Miért fontos az, hogy ezeket lehessen tudni? Azért, mert hogyha nagyon sok azonos módon viselkedő személy kerül egy csapatba, akkor annak a csapatnak nem lesz hatékony a működése. Vagy kicsit torzítva azt is lehet mondani, hogy az a csapat egyáltalán nem fog működni. Amikor mi a Team Akadémián ezeket a csapatokat összeállítjuk, akkor például nagyon fontos, hogy ha a 30 emberből 10 elnök típusú személyiség van, akik racionálisan tudnak döntést hozni, és mondjuk ha megnézzük, hogy mikkel jellemzői az elnök, azt mondja, hogy átlagosan kreatív és intelligens,
nem ő a legokosabb, nem ő a legkreatívabb, de mindenki tud objektívan értékelni. Viszont ha csak ők vannak, akkor valószínűleg, hogy 3 napon belül egymás torkának fognak esni, és így kinyírják egymást. Vagy ha csak végrehajtók vannak, akik nagyon precízen meg tudják a feladatokat oldani, akkor, hogyha megmondják nekik, hogy mit csináljanak. Egyik sem kisebb vagy nagyobb értékű a másiknál, mindegyik szükséges ahhoz, hogy egy csapat jól tudjon működni, de ha egy ilyen végrehajtó típusnak nem mondják meg, hogy mit kell tennie, akkor megint nem fog történni semmi, mert dönteni, a döntésnek a felelősségét felvállalni viszont nem fogja. Úgyhogy mi minden esetben, amikor a csapatokat összeállítottuk, előtte egy Belbin-tesztet irattuk a hallgatóinkkal, és azt az elsődleges, másodlagos és még elviselhető viselkedés formát azonosítottuk, és ez nagyon fontos volt a csapatok összeállításánál, hogy nagyjából azonos arányban legyenek ezek a személyiségtípusok az egyes csapatokban. Miért? Mert a csoportszerepek ismerete az képessé teszi a csoportot alkotó tagokat arra, hogy egymást viselkedését megértsék, és ezen túlmenően elfogadják, hogy a másik miért teszi azt, amit tesz, vagy miért nem teszi azt, amit tesz. Ezt nagyon izgalmas látni a pénztárnál is, amikor a palánta típus, vagy az ötletelő típus kibontja a borítékot, benne vannak a megoldások, azonnal elkezdi ragaszgatni, párosításnál, majd a végrehajtó némi gondolkodás után elkezdi letépkedni a megoldásokat, mert rájön, hogy az nem jó. És akkor van az elnök, aki a verseny hevében akár nem publikus jelzőkkel illetve is lenyomja mind a kettőt, hogy most már nyugodjanak meg. Tehát, hogy gyönyörűen be lehet azonosítani, de hogy ezek fontosak. Ezek fontosak, ezek a szerepkörök, csak hogy ismerjük őket, mert hogyha tudjuk, hogy ki hogyan működik, akkor egy ilyen tipikusan elnökként, vagy ugye azt lehetett látni, hogy ez az angol nem mindig a chairman, hanem a koordinátort használja, a koordinálóként el tudjuk osztani úgy a feladatokat, hogy az a leghatékonyabban tudjon működni. És ezzel ki tudjuk használni ennek a sokszínűségnek, ezt a sokszínűséget erőforrásként tudjuk kihasználni, és nem vissza fogja húzni az egyéni teljesítményt, hanem az egyéni teljesítményt is növelve a csapat teljesítménye tényleg sokkal több lesz annál, mint amit külön-külön lehetne tenni, és ezáltal nem csak az egyéni fejlődéshez járul hozzá, hanem valójában a csapatot egy tanulási közösségé formálja, és egymást tudják így erősíteni. Nagyon érdekes volt, valaki itt a szünetben azt mondta, hogy kávéra várva kaptam el azt a mondatot, hogy szerintem egy pedagógus volt, hogy nálunk aztán olyan nincs, akivel csapatban lehetne dolgozni. És így azt gondoltam, hogy nem fogok erre a mondatra reagálni itt az előadás alatt, de úgy látom, hogy nincsen itt, úgyhogy hát ha nem ismer magára. Én azt gondolom, hogy mindenkivel lehet csapatban együtt dolgozni, csak ismerni kell azt, hogy ő hogyan dolgozik egy csapatban, és milyen módon tud hozzájárulni a csapathoz, mert akkor megvan az a felelősségünk, hogy motiválni lehessen. Tapasztalatként két dolgot szeretnék még ehhez elmondani a Team Academy-s múltból. Az egyik, hogy mi minden ilyen specializáció kezdetén megirattuk a Belbin-tesztet, és utána nagyjából az első tanévnek a végén újraírattuk. És több évnek a tapasztalata az, hogy a programban résztvevő hallgatók fele nagyjából ugyanazt az eredményt produkálja, mint amit a bemenetkor produkált, viszont a másik felének gyökeresen más lesz a Belbin-tesztjének az eredménye. Lehet, hogy 3 olyan viselkedés típus jelenik meg, ami egyébként 8 hónappal korábban nem volt. Valószínű, hogy ennek 2 oka lehet, nem mentünk mélyebben egyébként ennek utána. Az egyik, hogy ez egy önbevallós, önkitöltős teszt, amit nagyon sok minden befolyásolhat a kitöltéskor, kitöltés sebessége, saját hangulatunk is. A másik pedig, hogy 8 hónapig ők intenzíven egy csapatban dolgoznak, ahol folyamatosan változnak a szerepkörök, projekteken vagy a saját gondolataikon, és kipróbálják magukat, és 8 hónap tapasztalatával mondják már azt, hogy én rájöttem, hogy nem is úgy viselkedem egy-egy szituációban, amit a teszt említ, mint ahogy viselkedtem. A másik pedig, hogy mindez nagyon szép lenne így,
Az egyik hallgatóm tavaly írta egy tudományos diákköri dolgozatot, és elég komoly kutató munkát végzett előtte, nem csak Magyarországon, hanem három másik, Spanyolországban, Angliában és Finnországban működő Team Academy vizsgálta a csapatoknak a működését. Aszerint, hogy a Belbin féle csoport szerepek szerint hatékonyan lettek összeállítva a csapatok. És ettől függetlenül, hogy a csapatok, volt olyan csapat, ami hatékonyan lett összeállítva, de teljes sikertelenség volt a működése. Tehát, hogy a Belbin féle csoport szerepek beazonosítása, azt gondolom, hogy egy eszköz arra, hogy hatékony csapatokat tudjunk összeállítani, hogy tudjuk a csapattagokat motiválni, és a csapattagok egymást is tudják motiválni, de nyilván nem egy kizárólagos eszköz, hanem rengeteg minden más még rendelkezésünkre áll, és az mindenkinek már a saját felelőssége, hogy ezt hogyan használja. Köszönöm a figyelmüket!